Sziasztok egy hosszabb kiadjást követően ismételten itt vagyok az ukrán-orosz háború legfontosabb híreivel. Még gyorsan a videó elején szeretnélek megkérni, hogyha esetleg úgy van a csatornád, nagyon-nagyon hálás vagyok, hogyha feliratkozol, ugyanis, mint látjátok, nagyon közel van a 90 ezer. Mondhatni, az eddigi legjelentősebb előrelépés történt a béketárgyalások során. Ugyanis a béketárgyalást követően az orosz védelmi miniszter úgy döntött, hogy jelentősen csökkenti a katonai tevékenységet Kiev, illetve Csernyhív közelében. Emellett jelezték, hogy a mostani tárgyalások egy későbbi államfői tárgyalás is megágyazhatnak Oroszország, illetve Ukrajna között. Oroszok egyébként már korábban is tompították a háborús retorikájukat, már nem akarják elérni Ukrajna náci tanítását, illetve az Unióba is engednék a belépésüket, hogyha a NATO-ba vagy más katonai szervezetbe nem csatlakoznak. A demilitarizálásra vonatkozó következéseket is szintén elengedhették az oroszok. Egyes források szerint Ukrajna hajlandó lemondani a NATO tagságáról, hogyha cserébe csatlakoztat az Unióhoz, illetve biztonsági garanciában részesül. A legnagyobb ütközőpont továbbra is Dombasz, illetve a Krím kérdése, itt még egyik fél sem hajlott kompromisszumra. A brit miniszterelnök szóvívője szerint egy esetleges tűzszüneti jegyesség sem térítene vissza minden terégi kerékvágásba, ugyanis nem oldanák fel a Moszkvával kapcsolatos szankciókat. Az amerikai pénzügyminiszter helyettese szintén ma közölte, hogy az USA és szövetségesei további orosz oroszok elleni szankciókon dolgoznak. Azért ne örüljünk annyira a sikeres tárgyalásoknak, ugyanis eddig is voltak már hasonlók, de a többségük zátonyra futott. Illetve elismerték azt is, hogy a tárgyalási folyamat nagyon-nagyon nehezen halad. Jelenleg ezek voltak a legfontosabb hírek, vagyis így a mai nap folyamán. Hogyha szeretnétek tényleg, hogy újra folytatódjanak az aktív videók, megköszönöm, hogy dobtok egy lájkot. Hát reméljük, hogy hamarosan a végéhez érünk ennek az egész háborúnak. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot, sziasztok!